Ha a Volodymyr Zelenszky elnök és az ukránok abba hagyják a harcot, akkor országuk megszűnik létezni. Ha viszont Vladimir Putyin orosz elnök oldalán hallgatnak el a fegyverek, béke lesz, jelentette ki Jens Stoltenberg NATO főtitkár egy vasárnapi német lapinterjúban. Mint fogalmazott, senki sem tudja, hogy meddig tart az Oroszország-Ukrajna elleni háborúja, az viszont biztos, hogy a legtöbb háború tovább tart, mint amire a kitörésekor számítottak. Ezért fel kell készülni arra, hogy hosszú háború lesz Ukrajnában. Hozzátette, mindannyian azt kívánjuk, hogy gyors béke legyen, de Oroszország nem használhat fel egy béke megállapodást arra, hogy lélegzetvételnyi időhöz jusson és újra támadhasson. Nem engedhetjük meg, hogy Oroszország tovább veszélyeztesse Európa biztonságát, emelte ki a NATO főtitkár, majd kifejtette, hogy Ukrajna a szövetség júliusi vilniusi csúcs találkozóján közelebb került a NATO-hoz, a háború után pedig biztonsági garanciákat kell adni az országnak, különben a történelem megismétli önmagát. Ukrajna a folyamat végén megszerzi a NATO tagságot, ez kétségtelen, jelentette ki Jens Stoltenberg. A főtitkár hangsúlyozta, hogy a NATO nem vesz részt a háborúban, és Ukrajna támogatása mellett arról is gondoskodnia kell, hogy a háború ne terjedjen túl Ukrajna határán. Oroszország és a NATO nem háborúzhat egymással, hangsúlyozta Jens Stoltenberg. Észak-Korea felgyorsíthatja az ukrajnai háborúba szánt tüzérségi lőszerek szállítását Moszkvának, de ez nem jelentene nagy változást a háborúban, jelentette ki szombaton Norvégiában az amerikai hadsereg vezérkari főnöke. Mark Milli tábornok úgy fogalmazott, hogy a Kim Jong-un észak-koreai vezető és Vladimir Putyin orosz elnök közötti minapi találkozó következményeként Észak-Korea feltehetően 152 mm-es szovjet gyártmányú lövedékeket szállít majd Moszkvának, majd hozzáfűzte, kétlem, hogy ez döntő jelentőségű lenne. Az Oszló északi peremén fekvő Holmen Kollen síközpontban tartott tanácskozáson a NATO tagország vezérkari főnökei megvitatták az Ukrajnának nyújtandó további támogatást, valamint egyéb regionális védelmi kérdések is terítékre kerültek. A holland Rob Bauer admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke a találkozón kijelentette, a történelem megmutatja, hogy Ukrajna a modern hadviselésre tért át, és minden nappal előrébb halad. A tengernagy szerint az orosz erők egyre több és több területet veszítenek, és egész Oroszország szenved a gazdasági szankciók és az elszigeteltség hatásától. Millitábornok pedig hozzátette, Ukrajnának további fegyverekre és felszerelésekre van szüksége, így a szövetséges és partnerországok oszlóban azt vitatják meg, hogyan tudják ezt az igényt kielégíteni. Tíznapos tárgyalás kezdődik hétfőn az orosz-ukrán háború ügyében a Hágai Nemzetközi Bíróságon. Ennek során azt próbálják megállapítani, hogy az ügy egyáltalán a Nemzetközi Bíróság hatáskörébe tartozik-e vagy sem, ugyanis Oroszország kifogásolja az illetékességet és az ügy ejtését követeli. Kijev viszont azzal vádolja Moszkvát, hogy visszaél a nemzetközi joggal, amikor az ukrajnai támadás jogosságát próbálja igazolni. 32 másik állam azzal érvel, hogy az ügy a bíróság hatáskörébe tartozik. Az ügyet nem sokkal a 2022-es orosz invázió után indították Oroszország ellen, és egy előzetes döntés a katonai akciók beszüntetésére kötelezte Moszkvát. A bíróságnak nincs végrehajtói jogköre, de szakértők szerint egy Ukrajna mellett hozott ítélet fontos lehet a jövőbeni igények szempontjából. Két kapona szállító teherhajó érkezett az Odesszához közeli Csornomorskba, egy ukrán fekete-tengeri parti kikötőbe, miután új útvonalon szelték át a fekete-tengert, közölték az ukrán kikötői hatóságok. Olekszandr Kubrakov, ukrán miniszterelnök helyettes elmondta, hogy a hajók a Resilient Afrika és az áraját az óceáni Palau-szigetország lobogója alatt közlekedtek, és legénységük Ukrajnából, Törökországból, Azerbajdzsánból és Egyiptomból érkezett. Az Aralját jutott el elsőként egy új fekete tengeri folyósón Ukrajnába, és 20 ezer tonna búzát kellene elszállítania Egyiptomba és Izraelbe. A tisztviselők szerint ez volt az első alkalom, hogy polgári hajók elérték egy ukrán kikötőt az Oroszországgal kötött, a hajók biztonságáról szóló megállapodás összeomlása óta. A fekete tengeren áthaladó hajók fenyegetése mellett Moszkva egyre gyakrabban veszi célba az ukrán kikötői infrastruktúrát. Többször megtámadta a Budzsák régióban található Izmail és a Renni kikötőit, ahonnan július óta Ukrajna-Gabona exportjának nagy része indul. Ezek a kikötők Besszarábiában, vagyis a Duna deltájánál és a Nyester folyó mellett vannak. Izmail a legnagyobb Dunamenti-Ukrán kikötő, még a döntően románok lakta Renni, egy kisebb, de szintén a Duna partján fekvő város, ahonnan már viszonylag könnyen ki lehet hajózni a Fekete-tengerre. A kormány arra számít, hogy Ukrajnában a következő három évben növekedni fog az átlagfizetés, és 2026-ban eléri majd a 30 ezer rivnyát, közölte vasárnap az rbc.hu hírportál a 2024-es költségvetés tervezetre hivatkozva. A gazdasági minisztérium előrejelzése szerint a munkavállalók bruttó havi nominális átlagkeresete 2024-ben 21.852 rímja, 2025-ben 25.646 rímja, 2026-ban pedig már 29.625 rímja lesz. Ezzel párhuzamosan az átlagos éves infláció csökkenése várható, ami 2023-ban 16%, 2024-ben és 2025-ben 9,8%, 2026-ban pedig 6,2%-os szinten alakul. Így az infláció lassulása a reálbérek növekedéséhez vezet. A Hírportál emlékeztetett arra is, hogy a hivatalos adatok szerint a háború kezdete óta először nőtt az ukránok reálbére. 2023. júniusában az átlagfizetés 16 ezer rimnya volt, így 2022. júniusához képest majdnem 15 kal nőttek a bérek. Az Ukrán Nemzeti Bank előrejelzése alapján Ukrajnában 2023-ban az átlagfizetés 19,6 kal a reálkereset pedig 3,9 kal emelkedik.